Hölgyeim és uraim, Kovács Kati! Ez azért van, követtem a legdivatosabb lapszemüvegemet, és azt mondta Kósi Annának, ha nem így megyek be, akkor nem szeret tovább, tessék. Szervusz Kati, ott nyugodtan leülhet. Szóval szeretném elmondani, hogy ennél jobb napom nem volt, mert a Kósi ott vannak a közelben, és rosszalkodunk folyamatosan, ahogy 35 éve, igen. Tulajdonképpen én azzal is akartam kezdeni, hogy Katikám, a te születésnapi ajándékod már megvolt. Abszolút, igen. Láttam, ki is élvezted. Itt volt Kós János, az Espressz együttes. Életed 10 éves szakasza körülbelül, amikor ti együtt dolgoztatod? Hát legalább 10 éven keresztül dolgoztunk, de a kollégákat kell most elsősorban említeni. Hát ilyen jó társaságom már régen volt, úgyhogy nagyon jól éreztem. Jól érezted magad? Jó, remekül. Köszönöm szépen az interjú, szervusztok! Köszönöm, beszéljünk egy kicsit a pályádról. Tehát a Kós, Hofi, Espressz együttes időszakból nem jöhet meglepetés vendég, mert hát már mindannyian voltak, tehát azt nem lőttük le, ugye, az kész, onnan nem jöhet valaki. Akkor vegyük végig, hogy milyen időszakok voltak még. Én dolgoztam Illés Metró, meg a... Igen, Illés Metró, meg a most nincs. Igen. Behívok valakit, akiről szerintem eszedbe fog jutni egy együttes. Jó? Jó, látszik ezt. Nagyon jó, köszönöm szépen. Hölgyeim és uraim, Király Tamás! Tehát melyik ez a korszak? Hát életem legszebb korszak. Eljutottunk odáig, hogy a lányod már nagyobb sztár, mint te. Ugyanis én azt gondolom, hogy a nézők bizonyára ismerik Király Lindát, és Király Lindának a papája Király Tamás. Hát igen, mi kérdezett 10 évet voltunk együtt Katival, és ez ott a 10 év alatt rengeteg helyen megfordultunk. Magyarországon, külföldön, mindenfelé. És csak élőben játszottunk. Kubában, Oroszországban, Szibériában. Bocsánat, igen. Rengeteget voltunk mindenkor. Nagyon, kellemes. Már még Szibéria utólag nagyon szép. Igen, kellemes utólag. Igen. Hát aztán el is mentél Amerikába, hogy kipihend ezt a 10 évet. Igen, hát én közel 20 évet Amerikába éltem. Ott születtek a gyerekeim, Linda is, és a másik 2 fiú. De hát mi Amerikában is tartottuk a kapcsolatot. Persze, dolgoztunk is együtt. Akkor nem akkor... sikerült összehozni az egész univerzált, akkor csak Kati jött és Tibi. Amerikában már csak Tamás volt. Igen. De milyen érdekes a sors, hogy a lánya is énekesnő lett, a feleséged is énekesnő. Mindenki énekel. Mindenki, kolléganőd is énekesnő. Viszont dobolni csak ő dobol. Nem, ragyogóan énekel is. Bizony. Nagyon jól énekel is. Azt mondta velük Tamás, hogy Amerikában nem sikerült összehoznatok az univerzál együttest. Igen. De itt a névsorban, igen. Egyszer volt egy elvarázsolt nyár, szebbek voltunk, mint a napsugár. Szinte minden díszbe öltözött, egy álom költözött. Fémelszik a messzi láthatár, észtünk, hogy a pecske merre száll. Együtt éltünk, megtaláltalak, azt hittem, ez mindig így marad. Jött a reggel, valóta ébredtem, nem a fán közt áttött a fény. Amíg mindezt mellettel részettem, olyan boldog voltam én. Egyszer volt egy elvarázsolt nyár, szebbek voltunk, mint a napsugár. Szinte minden vízbe öltözött, szívünkbe egy álom költözött. Volt egyszer egy elvarázsolt nyár, ennek sajnos néhány éve már. Én sem sírok, és még nekem tár. Új varázs, egy nyári is.
éjszakán.